Te nem látsz a szemettől? Sajnálom, de tényleg nem figyeltem. Hé, várj egy percet! Mi az? Te csak nem ijazozz itt nekem! Elnézést kérek. Azt hiszed, hogy bármit megúszhatsz annyi, vagy bocsánatot kérsz? Miért nem árulod el legalább a nevedet? Ajtai... Na gyerünk, Ajtai kicsoda? Ajtai Ányos. Na várj csak egy kicsit, te Ányos! Hova tartasz ilyen sietve? A minaretet szeretném látni. A minaretet? Hogy? Magyarország 3 népminaretje közül a legmagasabb és a legjobb állapotú. Bár a hozzátartozó zsámi így is romlott a 19. században. Különös dolgokat tudsz. Ugye te nem vagy idevalósi. Az itteni fiúk ezeket nem tudják. Pesten tanulok, a K-gimnáziumba járok. Azért jöttem ide egy történelmi kutató munkát végezzek, és gondoltam, a minarettel kezdem. Szóval gimis vagy. Igen, én tényleg gimis vagyok. Megkérdezhetem, te már végzős vagy? Hagyd már ezt az udvariaskodást, nevetséges. Egyébként is 10-es vagyok, úgyhogy ne sérteges, jó? Sajnálom, de most már tényleg mennem kell. Hé, Jana! Végre meg vagy. Lelépnél a közös gurulásunk. Mit tudsz? Hagyd békén! Ki ez az a, és mit keres? Pesti srác, a minaretet akarja megnézni. Minek? Gyere inkább velünk! Mi megmutatjuk az igazi látványosságokat. Jana, te is jössz. Beszéljünk be egymással. No, hagyj meg! Nem kérlek, de én tervem. Kortyot? De nem. Mit kacsolsz? Ezt a szart szopogassad már. Így áll valami rendeset. Köszönöm, de én nem iszok alkoholt. Ugyan, ez csak gyümölcsé. Anyádnak kapkodod a piámat. Akkor én most megyek. Főnök, menni a pesti gyerek. Ugyan, még épp csak elkezdtük. Ez csak az alapozás. 11 óra múlt és vissza kell érnem a szállásra. Itt ez a szokás. Köszönöm, hogy megmutatjátok a helyi szokásokat, de most már tényleg mennem kéne. Én azt mondod, nem elég jó a társaságunk. De mit veszed el? Menj már! Nem ezt mondtam. Ne jazd itt a fejed az udvariasodásra. Jó, tényleg sajnálom. Jó társaság vagytok, de... Na akkor ülj vissza gyorsan seggedre. Egyébként is. Ezt a kört most te fizeted. Már megint? Ez a szokás. Köszönjük a mai estét, Ányos! Ja, kösz, hogy jól tart! Na te kis köcsök! Hagyjad a hülye minaretedet, és szaladj haza Pestre! Reménytelen eset vagyok. Igaza volt apának. Hé, te sírsz? Nincs több pénzem. Az a baj, hogy nincs több pénzed? Igen. Van hol aludnod? Az sincs. Sajnálom, ami történt. Tényleg. Szóra sem érdemes. De akkor mi a gond? Tudod, volt egy veszekedésem apámmal, mielőtt eljöttem Pestről. Reménytelen eset vagy. Hallom, semmi másról nem beszélsz, csak a történelemről, és közben nem tanulsz. Ha ezt így folytatod, akkor eljátszol minden lehetőséget, amit ez az iskola kínál neked. És nem kerülsz be egyetlen egyetemre sem. Az élet nem csak az érettségiről szól. Nagyon sok fontos dolog van ezen kívül is. Én tényleg történelemmel szeretnék foglalkozni. A középiskolában volt egy hozzád hasonló osztálytársam. Most egy vidéki általános iskolában tanít. A világ életében szegény maradt. Miféle életpálya ez? Tisztában vagy vele, hogy mennyit keres? Nézd rám!
Osztályvezető vagyok, és mekkora a hatalmam? Na, melyikünk járt jobban? Ki vitte többre? Az élet nem csak a pénzről és a hatalomról szól. Meg se hallom, amit mondasz. Fogalma sincs, hogy miről beszélsz. Még gyerek vagy. Jó, te azt gondolod, hogy már felnőttél, de még csak egy taknyos kölyök vagy. Fogalmat sincs semmiről. Az én életem is, nem a tiéd. Mondd még egyszer. Na gyerünk, mondd még egyszer! Az én életem is, nem a tiéd. Akkor is úgy fogom élni az életemet, ahogy én akarom. Akármilyen is lesz. Az én életem is, nem másé. Szóval igen, azért jöttem, hogy bebizonyítsam téved. De látod, végül igaza lett. Az apád elég sznob, de legalább törődik veled. Törődik? Te valamit nagyon félreértettél. Ez nem igaz. Hát félreértés ide vagy oda, de biztos, hogy nagyon szeret. Te meg igazán makacs vagy, ugye? Csak van egy álmom. Álmod? Na és ma éjjel hol akarsz álmodni, ha nincs pénzed szállásra? Fogalmam sincsen. Mondjuk, miért is ne alhatnál te nálam? Komolyan gondolod? Na gyere, aludj nálam. Végül is? Rendben. Köszönöm szépen. De ne számíts semmi luxusra. Oké. Okay. Ébredj! Ideje indulni. Jó reggelt. Siess, öreg épületeket akarsz nézni, nem? Majd útközben bekapunk valami harapnivalót. Bekapunk? Mármint mi ketten? Körbeviszlek motorral kárpótlásul, amiért megkopasztottunk. Basszus, ne rendezkedjél már elő, teljesen mindegy, hogy hogy néz ki. Nem érdekel senkit. Ágnes! Jobban tennéd, ha bemennél az iskolába. Tegnap felhívott a tanár, ha így folytatod, nem fogsz tudni leérettségizni. Anya, unatkozok. Jó, van egy pillanat, kicsim. Nem érdekel, Ányos, gyerünk! Jó reggelt kívánok, nagyon hálás vagyok a vendég szeretetéért. Hagyd ezt a hülyeséget, menjünk! Anya, hagyd már őket, tévítsünk. Jó, van, menjél, kapcsold be, én meg majd jövök. Ágnes, menj be az iskolába, hallasz? Ágnes! Nem kéne iskolába menned? Tan bajod van vele, hogy nem megyek? Nincsen, csak most fogalmam sincsen, hogy Ágnesnek vagy Jönának szólítsa le. Jönának, te tök fej. Ágnes! Mi a? Héda? Ki a srác? Új pas itt van. Között? Mit keresel te itt? Csőtörés volt a koribba, és sajnos haza kellett jönnöm. Anya nem szólt. Hát úgy tűnik elfelejtett. Biztos úgy volt vele, hogy amúgy sem lennél itthon. Azért remélem, józan napokat is tartasz néha. Végeztél? Miért vagy ilyen bunkó? Olyan ritkán látom a kisfugomat. Vagy én vizsgázok, vagy te bulizol valamerre. Egyikünknek van élete, talán azért. Részegen megszegni a kreszt egy kocsmatúra után valóban izgalmasnak hangzik. De én azt hiszem, inkább maradok a leendővörös diplomás sebész. Mindenki csinálja azt, amihez a legjobban ért, nincs igazam? Okoskodsz még, vagy mész végre anyának dicsekedni? Én komolyan aggódom érted. Ideje lenne végre komolyan venned valamit. Vagy tényleg ilyen kis sikertől akarod élni az életed? Gyere, húzzunk innen. Semmi búcsúölelés? Azért vigyázz a fiúra, összeletörd valamelyik kanyarban. A nővéred volt? Sajnos. Pedig rendesnek tűnik. Ugye most viccelsz, borzalmas. Azt hiszi, hogy övé a világ, mióta felvették az orvosira. Te meg ne udvariaskodjál már ennyit. De én nem is már, mint... Ha valaki paraszt, akkor mondd ki bátran. Gyerünk, Héda, egy paraszt. De én nem mondanék ilyet senkire, nemhogy a te nővéredre. Pedig te is így gondolod, tudom. Ne gyerünk, Héda, egy paraszt. Na jó, igazad van, nem volt valami túl kedves. De ez nem ad okot arra, hogy így szígyem őt. Jó, megteszi ez is. Most meg döntsd el inkább, hogy hova akarsz menni. Már eldöntöttem, a várba. Azt olvastam róla, hogy 1548-ban nevezték ki Dobó Istvánt várkapitán. De honnan tudsz ennyit mások városáról? Inkább haladjunk.
Nem azért, de szerintem ez rohadt ijesztő. Haj, hagyjad már. Mi gondolkodsz ennyi? Sertesebb el egy kicsit. Csak találkoztam a történelemmel. Itt van. Több száz éves. És szinte mesél. Tudod, ez engem milyen megérint. Én tényleg történelemmel szeretnék foglalkozni. Értem. De én utálom Egert. Szűkek az utcák, folyton harangoznak, és nincs itt semmi, csak egy rakás kavics, amit várnak, csúfolnak. Az emberek a hátad mögött kibeszélnek. Gyűlölöm az egészet. El se hinnéd, hogy hányszor... Sajnálom, Ányos. Megértem, hogy érzed, de én vagyok. Bármennyire próbálom, nem tudom megszeretni ezt a várost. Az otthonomat. Az anyámat. A testvéreimet. Te nem vagy boldog itt, ugye? Jaj, hagyjuk ezt! Kicsit csendesebben. Jó, jó, bocs! Na, elég ebből. Melyik termet akarod legközelebb megnézni? A Sándor bástyához mit szólsz? Na, végre egy kis szabad levegő. Azért fizetni kell. Ennyire csórónak nézek ki, hogy mondja, hogy szaros kartot lopok el. Törni azért nem kell. Na ez mégis mi volt? Még te beszélsz? Nagyon bunkó voltál szegénnyel. Kirohantál egy szó nélkül. Jé, mondtál rám egy nem kedves dolgot. Ez bizony mérföldkő. Ah, hihetetlen vagy. Na még egy. Ányos? Mi van már? Ez a kezemen maradt. Te elloptad? Hát nem tudtam visszatenni. Ez nem lehet igaz. Vissza kell vinned most azonnal. Gyakorlatilag te lopattad el velem. Mégis miről beszélsz? Te rángatták ki a teremből. Az udvarias történész végre csinált valami illegálisat is. De én nem is, mármint... Tudod mit? Megtartom. Így nem is áll rosszul. Tényleg jól áll. Mondd csak, Ányos, neked amúgy van barátnőd? Volt, de most egyedül vagyok. És ez igaz? Nem nézett ki belőlem. Nem az, csak te olyan stébelnek tűnsz, aki nem igazán ismerkedik. Na és te hogy állsz? Szüneteltessük egy kicsit a városnézést. Menjünk ki Tárkányba. Jó, rendben. Veled beszéltem tegnap. Azt hiszed, a nőmmel kavart? Félreérted, mi nem csináltunk semmit. Elég, míg se hagyjátok. Én hívtam, hagyjátok békét. Te meg velem jössz. Ne bánst! Te átkozott ribanc. Azt hiszed, hogy a motoromon furikászodsz és megúszod. És magaddal vonszolod a kölyköt is? Ereszelt, te állod! Még egyszer megpróbálsz lelépni. Csúnyán ráfizetsz, megértetted? Hagyd békén! Ereszítek! Hadd mentse meg a lovak szíve, hölgyi! Engedd el őt! Ez így nem tisztességes! Vagy mi lesz, öcskös, ha? Semmi, ahogy gondoltam. Halott vagy, te faszkalap! Ne ér hozzá! Soha többé ne kerülj szemem elé, pesti köcsög! És ez rád is vonatkozik, te kurva! Állományos. Olyan jól éreztük magunkat. De ezek a mocskok elrontották. Ne aggódj. Én így is jól éreztem magam veled. De ugye nem ütött meg nagyon. Mondj már valamit.
El kell mondanom valamit, Ányos. Hazudtam neked. Nem vagyok tizedikes. Végzős vagyok, mint te. Már 9. is én voltam a hibás gyümölcs. A 10. nyaramon Miksa elcsábított. A tulajdona lettem. Tudod, az emberek változó szerencsével születnek. Én a szerencsétlenebbek közé tartozom. Láthatatlan vagyok. Otthon. A bandában. Mindenhol. Ha nem rúgnak ki, akkor leérettségizem és elmegyek Egerből. Soha többé nem akarok egy ilyen helyen élni. Mégis hova mennél? Pestre. Nem élhetek így tovább. Majd keresek egy jó állást. Elmegyek innen. Pestre megyek. Jó ötlet. Ha Pestre is lakhatsz nálam. Hülyeségeket beszélsz. Hogy lakhatnék én egy olyan rendes helyen, mint te? Ányos, te holnap hazamész Budapestre. Miről beszélsz? Hazamész, ahová tartozol. És hogy ötletnálek itt téged ezek után? Ne aggódj, meg tudom védeni magam, bár te is egész menő voltál. Csak nem akartam, hogy bántson téged. Te beszélsz, most rúgta szét a segged egy csapat motoros. Jó vagyok, meg se kottyan. Tudok ám mozogni. Remek. Kellemes esténk van. Pont jó egy kis sétához. Vissza akarsz sétálni, Egeri? Van jobb ötleted? Hát tudnád, hányszor megtettem már ezt az utat, gondolom. Most is menni fog. Akkor tényleg ez az utolsó estén. Ne aggódj, az első 10 kilométer után már meg se fog kottyanni. Na gyere! Nem tudom, mit fogok mondani apámnak otthon. Szeret téged, csak egy kicsit zsarnok. Tudod mit? Nem érdekel, hogy mi lesz a reakciója. Végül is nekem lett igazam. Mégis hova megyünk? Tudod, jól, hogy mint nézem buszra. Hogy te mennyit nyafogsz, útnak indítalak, aztán iskolába megyek. De akkor elkésem. Jobb később, mint soha nem, igaz? Na, ülj le oda és bízz bennem. Micsodálak, és mennyit kellett könyörögnöm. De rendben, Ányos, azt ígérted, éd előtt már Pesten leszel. Igen, köszönöm, én... Ne butáskodj, biztos találkozunk még. Ahó, nem várok itt örökké. Ha be akarsz állni, akkor gyere. Minden jót, Jana. Hé, várj csak egy kicsit. Ez legyen a tiéd. Köszönöm. A barátnőd? Helyes lehet. Nem, mármint nem vagyok benne biztos. Elég komplikált. Ne aggódj, tudom milyen ez, fiam. Én is voltam egy idős.